Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. És a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek! Első remete Szent Pál atyánkról vesszük a mai Szent Mise imádságait, a misét fölajánlom élő Tiborért, Gáborért, Zitáért és Zoltánért, az ő lelki üdvükért. Szent Mise elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Mert védkezzünk ellened! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre! Amen! Uram, Istenünk, Te azt akartad, hogy Szent Pál atyánk a remetességben jusson el az életszentségre. Közbenjárására engedd, hogy az imádság és a szolgálat szellemében előre haladva, egyre közelebb jussunk hozzád a szeretetben. A mi Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Szent Lecke Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Testvéreim, legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői, és éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk Istennek jóillatú áldozati adományként. Paráznaságról és más tisztátalanságról vagy kapzsiságról szó se essék közöttetek.
Ez nem illik Krisztus híveihez. Ocsmány, léha vagy kétértelmű szót ne ejtsetek ki. Ez sem illik hozzátok. Ehelyett inkább hálaadással magasztaljátok Istent. Értsétek meg és jegyezzétek meg jól magatoknak. Krisztus és Isten országában semmi része sincs annak, aki parázna, tisztátalan vagy kapzsi, és így földi dolgoknak szolgál Isten helyett. Ne engedjétek, hogy hamis beszédekkel a bűn útjára vezessenek titeket. Isten büntetése éri mindazokat, akik nem engedelmeskednek neki. Kerüljétek tehát az ilyen cselekedeteket. Egykor ti is a sötétségben éltetek, de most már eljutottatok a világosságra az Úrban. Úgy éljetek, mint a világosság fiai. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői. Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői. Boldog ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, nem lép a bűnösök útjára, a gúnyolódók körében nem foglal helyet, hanem az Úr törvényében leli örömét, az ő parancsairól elmélkedik éjjel s nappal. Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői. Olyan az, mint a fa, melyet folyóvíz mellé ültettek, mely idejében gyümölcsöt érlel. Nem fonnyad el a levél ágain, siker koronázza minden tettét. Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői. De nem így járnak a gonoszok, nem így, hanem mint a pejva, melyet szétszór a szél. Mert az Úr őrzi az igazak útját, de pusztulás a gonoszok sorsa. Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői. Halleluja! 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 Uram, a te szabad igazság, így szenté minket igazságod által. Halleluja! 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 Az Úr legyen veletek! És az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Jézus szombatonként a zsinagógában tanított. Volt ott egy asszony, akit a betegség lelke már 18 éve hatalmában tartott. Annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem tudott felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta, magához hívta és így szólt hozzá: asszony, megszabadultál betegségettől. Közben rátette a kezét. Az rögtön felegyenesedett és dicsőítette az Istent.
A zsinagóga elöljárója méltatlankodott azért, hogy Jézus szombaton gyógyított, és a sokasághoz fordult. 6 napotok van a munkára, akkor jöjjetek gyógyulást keresni, ne szombaton. Jézus feléje fordult, és megfelelt neki. Képatók, van-e köztetek egy is, aki nem oldja el a jászoltól ökrét vagy szamarát szombati napon, hogy megitassa? Ábrahámnak ezt a lányát pedig a sátán tartotta megkötözve, immár 18 éve. Nem kellette őt feloldani kötelékétől, akár szombaton is. Ellenfelei e szavakra szégyenükben elpirultak. A nép pedig örvendezett, hogy Jézus ilyen csodát művelt. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, mai evangéliumi részlet Lukács sajátja, tehát a többi evangélista nem beszéli el. Feltehetően Galilea területén történik ez a csoda, és hát ugye a csoda és egy vita beszéd történik, erről hallottunk. Más esetekben is hallhatunk arról, hogy csodát művel és vitába szállnak vele, de az érdekessége ennek a történetnek az, hogy míg itt előbb megtörténik a csoda, aztán jön a vita beszéd, a többi esetben inkább először vitatkoznak, és a vitát az Úr Jézus Krisztus egy csodával zárja le, amely megdöbbenti a jelenvalókat, jelenlévőket. Hát itt ugye éppen először megteszi a csodát, és ez válik a vita tárgyává. Egy 18 éve beteg asszony, a szenvedő alany, és az is érdekes, hogy nem ő megy oda, mint más esetekben mennek oda a betegek Jézushoz, vagy éppen a betegek képviselői, hanem ő maga látja meg, és int, hogy jöjjön oda. Oda is vánszorog szerencsétlen asszony, és ugye kihangsúlyozza az evangélista, rátette a kezét. Ez ugye egy nagyon régi dolog, egy nagyon régi mozzanat, hogy kézrátétellel adnak át ugye úgymond hatalmat, és hát Jézus is, ha megnézzük későbbiek során, az apostolokra is ráteszi az utolsó vacsoránál a kezét az apostolok fejére. És ez megmarad a kereszténységnél, hiszen mind a mai napig ez gyakorlatban van, amikor például gyónás történik, akkor a pap kiterjeszti a kezét a gyónó feje fölé. Hát ugye, hogyha van egy elválasztó fal a gyónó és a gyóntató pap között, akkor ez szimbolikusan történik meg. De hogyha van rá lehetőség, akkor ezt meg tudjuk tenni. De nyilván ettől függetlenül a gesztus az megvan, és ez érvényes. Tehát itt is használja az Úr Jézus Krisztus is ebben a történetben, hogy ráteszi a beteg asszonyra a kezét. Aztán ugye egyik előjáró, a zsinagóga előjárója fel is háborodik, és hát nem Jézus felé fordul, és kéri rajta számon, hogy mégis mit tettél, szombaton dolgozol, hanem a sokaság felé fordul, ahogy ezt az evangélista megjegyzi, és az embereken kéri számon, hogy miért jönnek oda szombaton gyógyulást keresni. Hát van rá 6 napjuk, tessék eljönni munkaidőben, és akkor kérjék a gyógyulás kegyelmét az Istentől. Ne szombaton, szombaton nem szabad dolgozni. Hát aztán bizonyára voltak többen, akik egyetértettek ott a sokaságból ezzel az előjáróval, mert hát a végén megjegyzi az evangélista, hogy elpirultak többen, akik ott jelen voltak. Aztán a többiek azok pedig dicsőítették az asszonnyal együtt az Istent. Azt mondja, hogy 6 napotok van a munkára, akkor jöjjetek gyógyulást keresni, ne szombaton. Olyan furcsa dolog ez, mert ha csak munkanapon szabad gyógyulást keresni, akkor milyen jó lenne, hogyha a munkaszüneti napra a betegség is elhagyná az embert, ugye? Mert hát most nincs munkanap, akkor nem vagyok beteg, és akkor elhagy a betegség is. És majd hétfőn az első munkanapon majd visszatér, azt akkor folytatjuk a betegséggel való küzdelmet ott, ahol abba hagytuk.
És hát Jézus világosan elmondja, hogy tulajdonképpen a gyógyulásra szombaton is kell lehetőséget adni az embereknek. Mert szombaton is ugyanúgy beteg az illető. Vagy ugye a mi esetünkben, keresztények esetében vasárnap. Az Úr feltámadásának napján, az ünnepen, hogy akkor nem lehetnénk betegek, hát dehogy nem, a betegség ezt nem tudja, hogy most hétvége van, és nem hétköznap. Itt sem tudta ebben az esetben az a betegség, ami gyötörte, hogy szombat van, és nem szabadna betegnek lenni ennek az asszonynak. Tehát szombaton is van lehetőség, és mai szóhasználattal élve joga van a betegnek szombaton is meggyógyulni. Ugye ez divatos kifejezés, valakinek nem tetszik, akkor rögtön mondja, hogy nekem jogom van. Hát ez egy érdekes dolog, mert a másik embernek is van joga, azt viszont ilyenkor nem szokták figyelembe venni. Hát a betegség sem vette figyelembe, hogy az illető asszonynak vannak jogai, úgyhogy nem is foglalkozott vele. Tehát azt mondja, Ábrahámnak ezt a lányát mondja az Úr Jézus Krisztus. Tehát fölhívja az elöljáró figyelmét és a jelenlévők figyelmét, hogy ez a szerencsétlen asszony a néphez, a választott néphez tartozik. Tehát miért ne segítenénk a hittestvérünkön, akár szombaton is? Ez fontos dolog, hogy azt mondja, a sátán megkötözve tartotta 18 éven keresztül. Erről már korábban beszéltem, ugye, hogy nagyon sok betegséget úgy tartottak nyilván, hogy valami démoni jelenlét az okozója annak a betegségnek. És hát nyilván ma is vannak ilyenek, hiszen a gonosz lélek tud betegséget előidézni, és nem, hogy csak tud, szokott is egész komoly betegségeket előidézni. Ebben most nem mennék mélyebben bele, és nem hoznék példákat, hogy milyen betegségeket, de az még egy külön prédikációt érne meg. Fölteszi a kérdést, nem kellett-e őt feloldani kötelékétől, akár szombaton is? Ez a nem kellett volna. Azt mondja az egyik biblikus, hogy tulajdonképpen ez a, hogy kell szócska, ez az Istennek van fenntartva az Ószövetségben, és itt Jézus arra utal, hogy Istennek joga van, akár szombaton is, föloldani a betegségből, vagy az előbbi mondatomra utaljak, egy démoni hatás alól feloldozni bárkit. Hiszen ha Istennek ehhez nem lenne úgymond joga, akkor milyen Isten lenne ez? Akkor nem állna a szombat felett, úgy, ahogy Jézus erről tanít, hogy fölötte áll a szombatnak, fölötte áll minden törvénynek, hiszen ő maga hozta, és a törvényhozó ne változtathatná meg azt a törvényt. Egy tolvonással nem írhatná át akár a fizika, vagy a biológia, vagy akármi másnak a törvényeit, amit ő hozott. Dehogy nem. És szokta is. Ebben az esetben is világos, hogy Jézus erről beszél. Miért ne tehetné meg az Isten azt, hogy egy ünnepnapon valakit meggyógyít? Miért ne írhatná felül ezt a törvényt? Ha nem írhatná felül, nem lenne Isten, nem is szabadna annak nevezni, mert akkor bajba lennénk, ha annak neveznénk. Kedves testvéreim! Nekünk mit tanít ez az evangéliumi részlet? Azt tanítja, hogy van kiút egy lehetetlen helyzetből, akár olyan helyzetből is, ami 18 éven át tart, hogy az illetőről beszéljek egy picit még, akár olyan helyzetből is, ami emberileg teljesen lehetetlennek tűnik, hiszen az Isten képes ezeket a lehetetlen helyzeteket megfordítani, képes ezekből a lehetetlen helyzetekből kiemelni bárkit. Amen. Kérjük testvéreim, mennyei atyánkat, hogy minden munkánkat az ő dicsőségére végezzük. Add, Urunk, hogy az anyagi világ javait a magunk és embertársaink földi boldogulására és örök üdvösségére használjuk. Kérjük téged, hallgass
Add, hogy mindennapi munkánkban felismerjük szent akaratodat, és azt készségesen teljesítsük. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy munkatársainkkal jó együttműködésre törekedjünk, és így kölcsönösen elősegítsük a közösség javát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add meg nekünk a Szentlélek által a szerítséget, a jó szívűséget és a türelmet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy a mai napot bűn nélkül töltsük el, hogy majd este örvendezve köszönhessük meg jóságodat. Elhunyt testvéreinknek bűnei bocsánatát, hogy irgalmatból a szentek közösségébe juthassanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Kérünk Istenünk, cselekedeteinket előzd meg sugallatoddal, és kísért segítségeddel, hogy minden munkánkat mindig veled kezdjük, és amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el, kezedből az áldozatot. Kérünk Istenünk, hogy áldozati adományainkat, amelyeket Remete Szent Pál atyánk ünnepén eléd hozunk, üdvösségünkre szolgáljanak és előtted kedvesek legyenek Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk, szentséges atyánk, mindenható örök Isten. Te egyszülött fiadat, a mi Urunkat, Jézus Krisztust a Szentlélek által a pusztába vezetted, hogy a magányba vonult életet megszenteld. Szent fiat példájára másokat is a magányba hívtál, így Remete Szent Pál atyánkat, hogy a világ pompájáról elsőként lemondva, a pusztában a te titkaidat szemlélve töltse egész életét. Az őt követő remetéket arra az életre tanította, mely a testnek ugyan kemény fegyelem, de a lelkek üdvére szolgál. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, s vég nélkül zengjük. Szent vagy, szent vagy mindenség, Ura Istenem, dicsőséged betölti a mennyet és a földet, hozsanna magasságban, áldott, aki jön az Úr nevében. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd el szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek is, egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel várjuk feltámadásodat. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, s hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadása reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, s dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk szavára, isteni tanítására, így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen a te akaratod, amint a mennyekben, úgy fekvésd. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátkozunk az vétkezőknek, és nem járjunk minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol a mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. A mi Úrunk Jézus Krisztus testének és vérének egyesítése váljék a szent. Isten báránya, te elveszed a világ bűnei. Isten bárányom, te elveszed a világ bűneit, irgalmad nékünk. Isten bárányom, te elveszed a világ bűneit, adj nekünk íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjjön, hanem csak egy szóval van, és
csodatetteinek emléket állított, a jóságos és irgalmas Úr, az istenfélőknek eledelt adott szövetségéről mindvégig megemlékezik. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, Te remete Szent Pál atyánkat földi jeledellel tápláltad, és azt akartad, hogy egészen közel jusson hozzád. Esedezve kérünk, add, hogy mi, akiket szent ajándékaiddal betöltöttél, mennyei dicsőségednek örökre boldog részesei lehessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.